Körülbelül cukorador, körülbelül olyan idős lehetett, mint most ti, amikor néhány dollárral a kezében átkelt az óceánon, és megvalósította az álmát. Zsúfolásig megtelt a Szatmári Múzeum nagy terme, ahol csak Máté Szalkáról 15 csapat nevezett be a Hollywood vetélkedőre. A Máté Szalkaiak büszkék arra, hogy a városból számtalan híresség erősíti ma is, és erősítette korábban is Hollywood csapatát, mondta el dr. Juhászné, dr. Kicsák Marianna, Máté Szalka alpolgármestere. Gondoljunk csak bele, Cukor Adolf, aki az elemi iskolát Máté Szalkán járta, Tony Curtis, akinek szülei innen vándoroltak ki, és Jimmy Lee Curtis, aki 2 évvel ezelőtt Magyarországon járt, és a Tony Curtis kávézó első vendége volt. Mindannyiukra is, azokra is, akiket nem soroltam föl, nagyon-nagyon büszkék vagyunk, és szeretnénk, hogyha a fiatalabbaknak az 10 éves generációnak is ismert lenne nagyon sok olyan tény, amiről korábban csak keveset tudtak. Ezért nagyon fontos, és támogatjuk ezt a kezdeményezést, bízunk benne, hogy évről évre megrendezésre kerül itt Máté Szalkán. Az alpolgármester hozzátette, a város vezetése idén is szeretné megrendezni a város filmfesztiválját, amelyre nem csak profi, de amatőr filmalkotásokat is várnak majd. Előreláthatólag augusztusban lesz itt helyben újra egy filmfesztivál, elsősorban a fiatalabb generációnak, szintén hollywoodi filmekkel, hollywoodi hírességekkel kapcsolatos dolgokról lesz ott szó, illetve filmvetítések is lesznek, és terveink szerint a fiatalok, Máté Szalkai fiatalok mérhetik itt össze szintén tudásukat, az ő általuk készített kis filmek kerülnek bemutatásra majd augusztusban. És természetesen a Fényes Napok keretében is a Magyar Hollywood Tanácsnak lesz rendezvénye városunkban. Jön a filmrészlet, és utána 4 kérdés lesz, és mindegyik kérdésre az a válasz. Tehát írjátok föl, legelső az, hogy van, aki forrón szereti. A játékos versenyt a Magyar Hollywood Tanács elnöke Bokor Balázs vezette le. A rendezvény célja, hogy tudatosítsa a fiatalokban, hogy Hollywood létrehozásában sok magyar vett részt. A társaság 6 éve szervez hasonló vetélkedőket országszerte több mint 20 településen. A korábbi évek tapasztalatai alapján semmiképpen nem lexikális tudásról szól ez a vetélkedő. Ez egy játékos, jó hangulatot előíró, hogy így mondjam, vetélkedő. Természetesen kaptak felkészülési anyagot a résztvevők, hiszen azért a helyi selejtezőkön megcélzunk néhány embert. Természetesen Tony Curtis, Adolf Cukor, Jamie Lee Curtis, akik kapcsolódnak 3-an, és mellé még William Foxot, Fox Filmost vettük, tehát ő, az ő karrierjük, az ő szakmai életük tulajdonképpen a kérdéskör alapja. Bokor Balázs azt mondta, idén augusztus 14-éig nevezhetnek a 12 és 18 év közötti korosztályba tartozó diákok maximum 5 perces alkotásaikkal, amelyeknek a szakmai zsűri által válogatott legjavát szeptemberben az Adolf Cukor Filmfesztiválon tekintheti meg a közönség. A kisfilmeknek Adolf Cukor életének példáját kell alapul venniük.